Ukrajna Európa szerves részévé vált, jelentette be Denis Miha miniszterelnök, adta hírul az rbc.ua hírportál. A kormányfő azt írta, Olaf Scholz szövetségi kancellár közelmúltbeli kijelentése, miszerint Ukrajnának az Európai Unió tagjává kell válnia, fontos korszakváltó politikai kiáltvány. Smihal hangsúlyozta, Ukrajna már nem köztes terület az EU és Oroszország között, hanem Európa és az európai intézmények szerves része. A partnerek segítségével Ukrajna egy új és erős Európa részévé válik, olvasható Denis Mihal bejegyzésében. A legutóbbi rakéta támadás során Mikolaivban 26 lakóépület rongálódott meg, összesen 74 ablak tört ki, 7 esetben pedig a tetőszerkezet is tönkrement. Közölte Telegram csatornáján Oleksandr Szienkevics polgármester. A lakóházakon kívül három egészségügyi intézmény, két iskola, egy hotel és egy múzeum is megrongálódott. Kitörtek az ablakok, ajtók, az orvosi kabinetekben megsérültek a berendezések, bútorok. Az ukrán fegyveres erők eközben sikeresen nyomulnak előre délen, és vasárnap felszabadították Viszokopíja falut Herson megyében. Az ukrán nemzeti lobogót is felvonták a településen, közölte az Ukrainska Pravda hírportál Andriy Jermak az elnöki hivatal vezetőjének Twitter közlésére hivatkozva. Volodymyr Zelenszkij elnök vasárnap egy héten belül harmadszor hívta össze a hadvezetés ülését, amelyen az ukrán fegyveres erőknek az utóbbi napokban a fronton elért sikereit értékelték. Az elnök kijelentette, a háborúban nincsenek szabad napok. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik a fronton vannak. Részleteket nem árulok el, de az ukrán zászlók visszatérnek oda, ahol joggal kell lenniük. A megszállóknak pedig nincs helyük a mi földünkön, emelte ki Volodymyr Zelenszkij. Vasárnap 13 gabonát szállító teherhajó hagyta el Ukrajna fekete-tengeri kikötőit, ami egy nap alatt a legtöbb az ENSZ és Törökország által közvetített megállapodás hatályba lépése óta. A teherhajók fedélzetén 282.500 tonna mezőgazdasági terméket szállítanak 8 országba, közölte az ukrán infrastruktúra minisztérium. A megállapodás július elejé megkötése óta eddig 86 szállítóhajó futott ki 19 országba, fedélzetükön 2 millió tonna mezőgazdasági áruval. Az ukrán-magyar határszakaszon közel 6650-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig több mint 8800-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek tájékoztatott a Magyar Országos Rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 206 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 39-en, köztük 9 gyermek érkezett Budapestre. A budapesti rendőrfőkapitányságnak a készenléti rendőrség és a budapesti polgárőr szövetség is segít az Ukrajnából vonattal érkező menekültek támogatásában.